Köszöntöm nézőinket! Önök a minden hétköznap jelentkező Budakalász Ma hírmagazint látják. Következzenek kiemelt híreink röviden. Lakossági fórum. A közlekedési helyzet megoldására több lehetséges tervet ismertettek. Városi díjak. Augusztus 31-ig várja a képviselőtestület a jelöléseket. Kézilabda. Nyári táborokat szervez a Budakalász Kézilabda ZRT. Folytatjuk beszámolónkat a szerdai lakossági fórumról, ahol a Klenity városrész, valamint a József Attila utca és környékének közlekedési helyzetéről volt szó. Az egyeztetésen sok különböző elképzelés is előkerült. Tegnapi adásunkban Szele András, a Mobilisztimus Kft. Vezető szakértője vázolta azt a koncepciót, amit a város vezetéssel együtt alkottak meg a József Attila utca és a környékének közlekedési helyzetével kapcsolatban. Bokori Gábor, a Településfejlesztés és a Környezetvédelmi Bizottság külsős tagja, a lehetséges megoldásokat prezentálta a jelenlévőknek. Ugye ez a Csapás utca. Ide lehet tenni a káposztás közben egy akadályt, a Klenichen pedig nagyjából a Kertész utca környékére lehetne tenni egy akadályt. Ezzel a Szent István telep felé egyirányosítva a Kántor utcát, a balesetes találkozások, tükörletörés, konfliktusok, stb. Az a probléma az megszűnne, és egy kivéve engedéllyel táblát kell kihelyezni valahol az utcában. Nyilván ennek van egy tájékoztató táblája a József Attila utca elején, illetve vannak tájékoztató táblák a Téglásinak a másik felén. Ellenőrzési pontot is lehet kialakítani, illetve hát az engedélynek a megadása az szerintem Forján Gergő ismerteti majd, de mondjuk lakcímkártya vagy valamilyen egyszerű ellenőrzési móddal ez megoldható lenne. A teljes övezetet mondjuk 20 km/h övezetté lehet tenni, jobb kis szabály érvényes akkor a teljes település részen. Ebben az esetben csökkenne a Csapás és a József Attila utca forgalma is, viszont a Barát utca teljes kétirányú közlekedése a Csapás utcán keresztül bonyolódna. A másik változat, hogy nem a káposztás közben, hanem a Klenity Kertész utcájában lenne a fix akadály. Nem annyira jelentős, de azért majdnem fele forgalmat ki lehet venni ezzel a megoldással a mostani helyzethez képest. A Sekcsés és Kanonos utcákban teljes átmenő forgalom kizárás van, tehát ott gyakorlatilag a 100%-ot ki tudjuk zárni. Szent István telep felé a főidősávban biztosított ugyanúgy a hazajutás, tehát ezzel gyakorlatilag nincsen korlátozva a Szent István telep. Megszüntetjük az út átlagromlását, stb. Viszont jelentősen korlátozna az eljutási lehetőségeket, és többletút használatot is generálna. A másik lehetséges megoldás egy rugalmas, de költségesebb kivitelezés. Mozgó akadályt teszünk le ugyanezekre a helyekre. A forgalmi rend az hasonló, de ezeket az úgynevezett akadályokat, vagy süllyedő oszlopokat, ezeket bizonyos jogosultság alapján a szűk környéken lévők használhatják. Tehát az előnyök még fokozottabbak, hátrányok csökkennek, mert hogy minden irányú kijutás a területen minden irányba biztosított. Tehát ez a leglényegesebb pozitívuma ennek a megoldásnak. Ugyanis a Klenity fórumon talán az egyik legkritikusabb hang az volt, hogy nem tudunk bejutni szabadon a területre bármelyik irányból. Ez a megoldást, ez biztosítja. Ebben az esetben enyhül a forgalom a Csapás utcában, gyorsulna a közlekedés a József Attila utcában. A Mező utca terhelése is csökkenne, és az ott lakók is minden irányból meg tudnák közelíteni lakóhelyüket, viszont a beruházás mellett az üzemeltetés is plusz költség lenne. Ha nem a Csapás utcában, hanem a Kertész utcában lenne a mozgó akadály, akkor a Klenity lenne jobban megközelíthető az ott lakók részére. Csökkenne a Klenity forgalma, valamint a Szent István telep megközelítése is könnyebb lenne Bokori Gábor szerint. De hogy látják a közlekedési helyzetet az ott élők? Lázár József a Barát utcában lakik. A Csapás utcában lévő akár mobil, akár fix akadály, az most a káposztás közben van tervezve, és hogy annak van egy olyan alternatívája, hogy a Csapás utca elejére, tehát nem a káposztás közben, hanem a Csapás utca elejére kerülne
Ebben az esetben a Barát utcának a kihajtása körforgalmon keresztül egyébként, aki nem akarja ezt az utat igénybe venni, annak szabadon lehetséges. Ezt a verziót is egyébként, mint egyébként nagyjából olyan 20-30 különböző verziót vizsgáltunk végig. Tehát foglalkoztunk, nyilván nem ez az egyetlen, ugye a Klenit fórumon is volt több verzió, de azóta is nagyon sok verzió felmerült. Itt gondolni kell arra is egyébként a szolgáltatókra, tehát mondjuk a Csapás utcába mondjuk végigtolatni egy kukás autóval. Tehát azt gondoljuk, hogy mindenképpen szükséges ezeket a logisztikai szempontokat is figyelembe venni. Persze, tehát ezért ők kapnak nyilván hozzáférést a. De ők csúcsidőben nem járnak egyébként avval együtt a közszolgáltatók, személyszállítók. De azért mondtam, hogy az előbbi felvetésem, hogy csak csúcsidőben működjön ez a fix zár, a mobil zár, az egy fontos egésznek a megoldásában. Köszönöm, nem akarom túlspasszolni. Kárpáti György 30 éve lakik Budakalászon. Kérdésem ezzel kapcsolatban, hogy itt a 2-3 évre ez a 10 millió, 11 millió, 12 millió, x millió forint nem használható esetleg jobb célra, és ehelyett valami más megoldás, egy egyszerűbb megoldás, még azt a sorompot le is törik adott esetben, de ott van egy kamera, és kétszer letörik, és azt az embert nem csak arra büntetik meg, hogy szándékos károkozást okozott a gépkocsival, hanem megbüntetik 200 000 forintra, 300 000 forintra a szándékosság miatt, és esetleg büntető feljelentést tesznek ellene, akkor is elképzelhető, hogy ez egy valamilyen visszatartó erő. A másik, ami ezzel kapcsolatban javaslatom lenne, hogy próbáljuk meg a lehető legszűkebbre szabni azt a szakaszt, ami ellenőrzés alá kerülne. Tehát az egyirányosításról beszélek jelen pillanatban, hiszen én szerintem megoldható lenne az egyirányosítás, az biztos, hogy jó formában tudná tartani itt a Klenitnek a lakosságát, hogyha adott esetben ez az Apát utca és a Téglási András utca szakaszra a Káplán utcáig terjedne csak. Mert végeredményben az egyirányosítás továbbra is érvényes lenne, de a behajtási ellenőrzésre ez a kis szakasz bőven elég lenne arra, megítélésem szerint, hogy azokat, akik szándékosan, ismétlődően oda keresztül akarnak menni, azoknak megfelelő legyen az elbírálásuk. A városvezetés a mozgó akadályban lát leginkább fantáziát. Ezek közül is a süllyedő oszlopban, itt már egy konkrét árajánlatkérés is megindult. De ez is csak egy a lehetséges megoldások közül. Azért, hogy egy nagyon jó, rugalmas és mégis hatékony forgalom technikai eszközt alkalmazzunk, azt gondolom, hogy ez igenis érdeke a helyben lakóknak, és azt gondolom, hogy az sem lenne feltétlenül egy jó megoldás, hogyha ezt alapvetésnek vennénk, hogy egy jelentős anyagi beruházással ezt az egész város költségvetéséből finanszírozzuk. Tehát például mondjuk ennél a megoldásnál a lakossági közös finanszírozás az, amit az önkormányzat támogatni tud. Azt gondoljuk, hogy igenis érdemes ebbe az irányba elmozdulni. Én azt gondolom, hogy fölöslegesen azért korlátozni egy közlekedési irányt a tényleg ott lakók számára, az, hogyha ezt abóvó kimondanánk, szerintem az nem egy jó gondolat. Hogyha azt gondoljuk, hogy igenis a helyiek, hogyha ebbe hajlandóak áldozatot vállalni, itt jelen esetben anyagi áldozatot vállalni, akkor pedig menjünk el abba az irányba, ami tényleg lehetővé teszi, hogy ezt a fajta merevséget ki tudjuk venni a rendszerből. Gyakorlatilag ezzel is előrébb haladtunk a korábbi egyeztetések mentén, tehát konkrét műszaki megoldás, konkrét cégekkel való egyeztetés, árajánlatkérés folyamatban van. Tehát van egy képünk arról, hogy ez gyakorlatilag milyen nagyságrendű anyagi következménnyel járna, illetve arra is, hogy ez mondjuk milyen időtávon megvalósítható. Az egyik cég, aki gyakorlatilag majdnem teljes komplett kivitelezést vállal, az egyetlen, amit nem vállal a megoldásból, az, hogy az elektromos áramnak az odavezetése gyakorlatilag egy ilyen mobil oszlophoz, az, amit ő nem tud vállalni. Minden más kivitelezése 3 hónap. Tehát, hogyha megrendeléstől számított, 3 hónapon belül tud egy ilyen süllyedő oszlopot kulcsra készen átadni. Ez körülbelül 8 millió forintos összeget jelentene, mondta Nágel István, alpolgármester, de végleges döntés a szerdai fórum összegzését követően születik majd. Idén is várja Budakalász város önkormányzat képviselő testülete a Budakalász díszpolgára és a Budakalászért emlékérem elismerések jelöltjeire a lakossági javaslatokat. A járványügyi helyzet miatt
tavaly szűk körben adták át a kitüntetéseket a faluház dísztermében. Akkor a Budakalász díszpolgára kitüntetést posztomusz adományozta a város a 2012-ben elhunyt korábbi budakalászi polgármesternek, Parlagi Endrének. A budakalászi emlékérem díjat Lázár István kapta, aki immár több mint 30 éve önkéntesen segíti és támogatja munkájával a BMS-es sport életét. Ebben az évben augusztus 31-ig várja a képviselő testület a lakossági jelöléseket. A hagyományokhoz híven idén is megrendezi a kézilabda gyermektáborokat a Budakalász Kézilabda ZRT. Fiú és lány csoportokat egyaránt edzenek a táborokban, illetve a kézilabda változatai közül a strandkézilabdát is gyakorolhatják a gyermekek. Az előző évekhez hasonlóan a Budakalász Kézilabda ZRT idén is megszervezi gyermek kézilabda táborait. Mindez képzett kézilabda edzők vezetésével történik. Évek óta csináljuk ezt a tábort, hogy közvetlenül az iskola befejezése után. Szülőknek nagy segítség, úgy gondoljuk, hogy ezekben a munkásnapokban nem kell törődniük a gyerekekkel, hanem ránk bízhatják őket. Ezen a héten 80 gyerek jelentkezett a táborba, itt most kb. 45-öt láthattok, mert a másik fel azok a lányok. Ők most benn vannak Budakalászon a sportcsarnokban, és úgy oldjuk meg, hogy fél napot itt vagyunk a Lupa strandon, a másik felét a sportcsarnokban, és akkor váltva vagyunk, úgyhogy mi nekünk délután lesz termi edzésünk, a lányok jönnek majd a strandra, és ők itt fognak edzeni. Nagy részt az egyesületből érkeznek a résztvevők, de osztálytársak és barátok is csatlakoznak a táborokhoz. Alapvetően ezek a saját kézilabdás gyerekeink a nagy része, de hál' Istennek mindenki sokan szoktak hozni barátokat, ismerősöket, úgyhogy ilyen szájról szájra szokott eredni a tábornak a híre. A korosztály az a legkisebbek nálunk most azok a 2010-es születésű gyerekek, az azt jelenti, hogy 12 évesektől, és vannak az egészen 2005-ös születésűekig, úgyhogy 16 évesektől. Szóval úgy körülbelül ez a 10-től 16 éves korosztály, mind a fiúknál, mind a lányoknál. Általában úgy szoktuk csoportra mondani, hogy akiknek vannak valamilyen alapképzettség, akkor ők már onnantól, akik még most kezdik, azoktól meg onnantól kezdjük, úgyhogy pont a nagy létszám, sok edző van, hál' Istennek, úgyhogy szét tudjuk szedni a csoportokat, hogy senki ne érezze magát kívülállónak. A gyermekek a kézilabda változatai közül a strandkézilabdát is gyakorolhatják. Szádecki Kardos Csaba kiemelte a terem és a strand kézilabda különbségeit. A technikai alapok nagy része azért, mind a labdajáték, meg a passzok azért nagyon sokban hasonlítak, de mind taktikában, mind a különböző technikai elemekben azért nagyon nagy különbség van. Úgyhogy lehet is látni, hogy attól még, hogy valaki nagyon ügyes a teremben, nem biztos, hogy strandkézilabdában a legügyesebb lesz az elején, de aztán utána, ha ráérez a sportágnak az ízére, akkor azért már sokkal könnyebb dolga lesz, és akkor itt is tud kiemelkedő eredményeket elérni. Strandkézilabdára, hát ez alapvetően nagyon látványos sportág, úgyhogy direkt úgy találták ki a szabályokat. Mind a teremkézilabda is egy látványos, és ráhúztak még egy adaggal, lehet különböző bravúros technikai megoldásokat alkalmazva plusz pontokat szerezni. Ha itt néztétek, lehetett látni, hogy próbáltak pörgésből lőni a gyerekek. Ha úgy tudnak gólt szerezni, hogy 360 fokot megpörögnek a levegőbe, az például 2 ér, illetve van a légi átadásból szerzett gól, amikor a levegőbe kapják el a labdát, és egyből kapura lőnek, az is 2 pontot ér. Úgyhogy ezzel tették nagyon látványossá ezt a sportágat, és egy elég érdekes szabályrendszer van, úgyhogy nagyon izgalmas és látványos egy ilyen strandkézilabda mérkőzés. Már az első nap egy meglepetéssel készültek az edzők. Nagy örömű, idén is nagyon aktívak, de fegyelmezettek a táborozók. Egy nagyon jó eseményt rendeztünk, 80 fővel csináltunk sorversenyeket, az volt az első napnak a meglepetés, és hatalmas élmény volt mindenkinek. Én berekedtem, de ők nagyon élvezték, úgyhogy szerencsére egy nagyon jó kis társaság került közénk. Nincsen renitens gyerek, úgyhogy fegyelmezni alig kell őket. Néha azért a vízbe bedobjuk őket, hogy érezzék a törődést, de nagyon jó kedvűek, vidámak, és nagyon szeretettel csinálják ezt mind a strandkézilabdát, mind a teremkézilabdát. Bár edzőtáborról van szó, és a mozgás élmény van a központban, de a játék és a móka sem maradhat el. Én tavaly is voltam, és én mindig nagyon élveztem. Azt is élveztem, amikor bent voltunk a csarnokba, de ez itt sokkal jobb, mert edzünk, itt a homokban vagyunk, strandolunk, és minden nagyon jó. A múlt héten is volt tábor, és akkor nagyon forró volt a homok, de megszoktuk. Sok barátommal vagyok, és most hát csapattársak is jöttek, akik a kisebb korosztályban voltak, és most feljöttek, és az egyik az osztálytársam, és vele nagyon jól tudok munkázni, meg ilyesmi. A Budakalász Kézilabda ZRT-nek több csoportja is lesz a nyár folyamán, de a Lupa Beach is számos táborozási lehetőséget, programot biztosít a gyermekeknek és családoknak. A Kalászi Kortárs tánc találkozót immár 17 éve rendezi meg a Dunatánc műhely Budakalászon. A fesztivál 2020-as kiadására a korábbi években megszokott formájában a koronavírus járvány miatt nem kerülhetett sor, ám nem is maradt el, hanem több rendhagyó módon megvalósított kisebb esemény formájában élett újjá.
A táncnapok programját a megszokott módon koncertek teszik teljessé. Ma este adásunkkal egy időben kezdődött Góbi Rita Perdől, valamint Darabos Péter Nem tudhatjuk című koreográfiájának előadása, melyeket a Carson Coma együttes koncertje követ. Július 16-án 19 órától a Közép-Európa Táncszínház előadásának két duója és a Villany Leo improvizációja, valamint az 5. évszak együttes koncertje szerepel a programban. Végül a várható időjárásról. Szombatra virradóan elszórtan, napközben meg főként északon északkeleten várható záporok, zivatarok kialakulása, akár heves zivatarok is előfordulhatnak. Élénk lesz az északnyugati szél, de a zivatarokat erős, viharos lökések kísérhetik. Mérséklődik a hőmérséklet, 25-32 fok között alakul a csúcshőmérséklet. Vasárnap sok napsütés várható, zápor, zivatar csak átmenetileg, néhol északon fordulhat elő. Az északi a szél északkeleten élénk lehet, délután 27-33 fokot mérhetünk. Adásunk végén következenek legfontosabb híreink még egyszer, röviden. A városban kialakult veszélyes közlekedési helyzet megoldására végleges döntés a szerdai fórum összegzését követően születik majd. Idén is várja Budakalász város önkormányzat képviselő testülete a Budakalász díszpolgára és a Budakalászért emlékérem elismerések jelöltjeire a lakossági javaslatokat. A hagyományokhoz híven idén is megrendezi a kézilabda gyermektáborokat a Budakalász kézilabda ZRT. Ez volt mai hírmagazinunk a Budakalász ma. Híradóval legközelebb holnap este 7 órakor jelentkezünk. Maradjanak továbbra is a TV Budakalászon, mert hamarosan kezdődik Kultúrcseppek című magazinműsorunk. Folyamatosan friss hírekkel, információkkal várjuk Önöket weboldalunkon, a szentendre.media.hu per TV Budakalászon. A közösségi oldalakon is elérhetőek vagyunk, csatlakozzanak hozzánk ott is. Munkatársaim nevében is köszönöm figyelmüket. Viszontlátásra!